Vitte el a pontokat a temerini pályáról a szerb liga vajdasági csoportjának 14. fordulójában. A nem túl látványos első félidőben szinte említésre méltó helyzet sem adódott, mivel mindkét csapat inkább a saját hálóját őrizte. A második játékrész már sokkal izgalmasabban alakult. Ez sokban köszönhető a vendégeknek, mivel a második félidő 6. percében beletaláltak a szlova kapujába, amikor is Vasic szabadrúgása után Vukanac volt eredményes. Ezután a hazai együttes megnyílt, többet kockáztatott, hiszen hátrányban volt. Többször megragadta az alkalmat az ellentámadásra. A második gól is így született a 76. percben, amikor a dominikai légiós Rodriguez pecsételt. Toma! El menor! Kér Rodriguez! 7 percre rá a temeréniek szépíthettek volna, de... Golazo del jurón! Diablo, no se me bien, compadre! Az utolsó percben a temeriniek csatárja kihagyta a szlova legnagyobb helyzetét a mérkőzésen. A bírói ráadásban ismét elhalasztotta az alkalmat a gólszerzésre. Szlova Veszernik 0-2. A 14. fordulóban tovább folytatta sikersorozatát a Big Bull, amely azóta a rájövés. Meglepetésre kikapott a Palics kutakon, míg egyre jobb formában lendült a Vršac, amely ezúttal a Dolinát múlta felül 1-0-ra. Ugyanez az eredmény született Zentán is, ahol a házigazda a hódsági szexivatot győzte le. Zerelláson még kettőre nyert a bácska, kikapott 3-1-re a hazai együttes, míg a két Rádnicski összecsapásán a Sídiek voltak az eredményesebbek. Y senta luna cero. Velo ahí la tabla. Vezeti a mezőnyt, egy ponttal megelőzve a Veterniket. Yeah. A Palics lemaradása most már 6 ponttal Bácsinciakkal szemben és 5 a Veternikkel. A Bácska feljött a negyedik helyre, míg a Dolina és a Slogan maradt. Ui, contra Bibbul.